nem tudom, tudjátok-e, de én ott hagytam az régi egyetemet, az ELTÉ-t, mert igazából főleg azért, mert nem tetszett, plusz kurva szar volt bemenni minden reggel, amikor be kellett, és most átiratkoztam egy másik egyetemre. És most eljöttünk az új egyetemnek, lesz egy ilyen találkozója itt a Zsiráfnál, adjunk egy kis pofot a nézőknek. Ja, hogy azért elég durva helyre jöttünk most azért tényleg. Jól is néz ki, menő. Ja. See it for yourself. Őszintén ezt egy kicsit kezdek izgulni. Nem tudom, milyen lesz. Hope for the best and see what happens. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni ahhoz, hogy egy ilyen kis kamerával videózgatunk. Meglátjuk. Jó szórakozást! Ciao, én is kapatok? Persze. Köszi szépen. Ezek micsodák egyébként? Ezek ilyen kasztalagó. És mindenkinek kell? Hát, aha. De kérj tőlük. Ők jobban adnak. Sziasztok, kérnénk kettőt ebből. Sziasztok! Oh. Videó is van, úristen, hogy? Nagyon jó, úgy nézünk ki, mint két csöves, de köszönjük. Hát! Hát! Ez van. Minden, semmi van! Semmi van, nem fáj. Tízék vagytok? Tökösök. Mik vagytok? Tökösök. Szervezők. Azok nem azok, akik így, már egyel följebb vannak a gólyáknál? Mi harmadévesek leszünk, igen. Mi szervezik a gólyatábor. Yeah. Jó. És jött a gólyatáborba? Yep. Most ma fizettem be. Melyik csapat? Szerintem nem a tiétek, mert ti pirosak vagytok, nem? Igen. Hát jó, igazából. Hát a mi csapatomban úgyse lehet. Nem. Milyen csapat? Na, meglátod. Majd meglátom. Ha, okay. Misztikus. Na jó, sziasztok. Alright, fogalmam sincs itt, mit lehet csinálni, de ez már egy egész success volt, hogy átjutottunk a biztonsági őrökön. Alright, ugye én alapból a babakék csoportban vagyok, de sehol nem láttunk babakékeket. Vannak neonok, ők már right pov. Meg itt vannak lilák is, ide innét is ment egy pov. Ott hátul például. De a mi csapatunk sehol nincs. Várj, ti is ide jöttetek a Zsiráfba? Igen. És ti is gólyák vagytok a suliban? Igen. Várjátok már az egyetemet? Igen. Na, szuper. Ha egyébként akartok egy jó tippet, szerintem a legjobb dolog, amit itt lehet csinálni, ez nem az ivás, hanem így érted emberekkel dumálni, barátkozni. Igen, igen, szóval. Igen. Az lesz. Bár egy kicsit késve jöttünk, de itt is stílusosan kell megérkezni. Kaptatok karszallagot? Még nem. Adjak? Adsz? Igen. Jó. Ezt megköszönöm. Mutassuk azt a regisztrációs cuccot. Yep, azt mindenképpen. Ha van, nem tudom, ott már szerintem nem lehet lejárt a regisztráció, de... Már elbeszkenem. Ez most screenshot, az is jó, vagy meg tudom nyitni az ügyet? Igen, azt úgy kell. Igen, meg lesz. Oké, és... Várjál, itt a Simple Play-es. Jó, ez jó. Meg a tiédet is. Várjál, itt a... Várjál. Merre van? Nem itt. Most elvesztem. Szerintem ez lesz az... Az nem hitelesített az... dokumentum. Az nem az. Egy olyat keresem, amiben az van írva, hogy belépőjegyek. Várjál. Te jó ég. Na haragudj. Nem kicsit. Ez lesz az? Simple Play, hogy fizet. De ez csak valamiért itt csak a számlát mutatja. Itt ilyen boom party. Ja, de ja, ez nem az. Ja, akkor egy kicsit lejjebb van még. One eternity later. Itt lesz. Na, boom party. Jó. Remek. Várjál, ez a barátnődé volt. Oké, és megnyitom. Ezzel lehet gond lesz. Bár ha leszkennelem még egyszer. Ezt mikor vetted? Kb. Pár napja. Ez nem tudom, miért ízzel a hülye. Pedig én 13-án ezt megvettem. Nem tudom igazából ilyenkor mit lehet csinálni. Akkor én nem jöhetek ide be? Aha, de igazából lehet hagyom szlájdolni, ha dobsz egy telefonszámot vagy valamit. Ja, persze, az is. Milyen színű vagy? Menta. Menta? Elvileg mi valahol az árnyékban ülünk. Azt írták a csoportba. Igen, ott vannak, nem tudom, lehet-e látni. Aha. Lehet ők a menták, nem? Rendben, megkérdem a csoportba, hogy hol ülnek. Okay. Köszi szépen. Nincs mit, ciao. Kurvára legyőzöttem, na jó, ugyunk, nem tudom. Azt hittétek, amiért kínai vagyok, hozzá vagyok szokva félig a meleg időkhöz, meg az izzadsághoz, meg hogy jól bírom az izzadságot? Na, mindegy. A lényeg ilyenkor az szokott lenni, hogy ne te várj arra, hogy valaki oda jöjjön és dumáljál vele, hanem mindig legyél te az, aki initiate-el, aki kezdeményez dolgokat. Ha már eljutsz arra a szintre, akár azt is csinálhatsz, hogy egy random lány csoport
tal együtt mész kezdeményezni. Régen nekem is volt egy ilyen, amikor két lányal megismerkedtem, vagy valami, csak egy bárban így már beszélgettünk, csocsóztunk, és az ezt a két lányt elhívtam ő betámadni egy másik genget, és igazából mondtam nekik, hogy ott van egy nagyon klebdül kinéző lány, és hogy én szeretném vele beszélni, és azért jó lenne, ha ti is jönnétek segíteni nekem, és végül beszéltünk azzal a random genggel, és jó volt visszadőlni, és csak nézni, hogy büszke voltam magamra, hogy ezt én kezdeményeztem ezt az egészet. Szerintem egyébként itt most a zászlót lehet megcsinálni, csak még a saját tímem csapatát nem találtam meg, szóval ja, körbenézünk, aztán meglátjuk, mit tudunk csinálni még. Most menjünk a csapatunkhoz. Kicsit shy vagyok, szóval még nem tudom, mi lesz. Réka, hol vannak? Ne, létszik, kérlek, lassabban. Csak mutasd meg, és hagyd nézzem meg, mert félek dumálni randomokkal. Ja, még nem lehet látni? Őt súton, nagyon jó fej ez a lány. Úristen! Nézd, ilyen kék sapkákba, te most kajak ilyen félős fejét, csak megérzed. Nem, igazából... Azért is csinálunk ilyen dokumentumot, hogy megpróbáljam leküzdeni az ilyen félelmeimet az ilyen randomokkal beszélgetni, de pont ez az, hogy innét már lehet látni a csapatunkat? Innét már lehet. Ez is jó, melyiket hozzászól. Nem, de azért, mert te jó fej voltál, és érted, adtad a karszalagot, volt miért, de ezek itt, ezek pirosak, nem? Ők mi vagyunk, örkösek, nézd, egy a larrébb, a kék sapkába. Ők egy csapatok. 1, 2, 3, 4, 5-en vagyunk, és a két sapkás pedig az izé, a apukám, meg az anyukám. Apukád, de anyukád nem. I want mommy. Vagy igen? Nem. Szerintem úristen, sok. Most nem tudom valamitosan kiabom a kék anyukkal, haragudj, de... Ő Mandula. Ja, de lehet. Az a neve, ja, Mandula. Mandula. Tényleg ő Mandula. Oké, okay, szemben Mandula, nem ismertem fel, haragudj. A két kék sapkák se lesz, annyira tud. Jó, és akkor itt zászlókat csinálunk, ugye? Itt most zászlókat csináltam, mert indulót írtak közösen. Lesz egy ilyen kis icebreaker feladatok, tök jó. Na, menj már oda, have some fun. De nem vagy kék, nem vagy kék. De csak úgy jöttél? Mit vagyok? Én neki segítem. Na jó, mindegy, megpróbálom, de aztán izé, ha gond lesz, egyből eljövök onnan, ez biztos. Miért lenne gond? Ne haragudj. Mert most amúgy tényleg, most minden félsz? Őszintén? Mitől félsz? Mert te nem félnél, csak úgy oda mennél egy random ganghez? Nem, hát én oda mentem hozzá, és elkezdtem beszélni. Jó, mert neked dolgod volt, neked volt alibid, meg intok volt. Én hozzájuk is oda megyek szívesen, igen. Persze, sziasztok! Bro, te hogy csinálsz ilyet? Csak így oda mersz köszönni. Hallod, ne hülyeskedjél már, menj oda, érezd jól magad, jó fej mindenki, jó lesz. Alright, megpróbálom, I'll try my best. Köszi szépen a segítséget. Hajrá, jó? Na, jó gólyatábor. De így nem, ez a viselkedés nem lesz jó gólyatábor. Mi? Ott üvöltözöd kell a csapatoddal, és mint hogyha ezer évig ismernétek egymást. Szólok, a másik gyengén pedig az üvöltözés. Én kicsit visszafogottabb ember vagyok, és... De még nem tudom eldönteni, hogy most hülyéskedsz vagy nem. Köszönöm. Hát hülyéskednék ilyennel. Na jó, megpróbálom beadni. Rosszul sikerül, jövök hozzád panaszkodni. Jó, hozzájöhetsz. Majd aztán elmesélem, mi lesz, jó? Alright, megpróbáljuk. Visszatértem, őszintén, jó, semmit nem segítettem a csapat zászlónak, viszont jó energiával árasztottam el az én csapatomat, a babakék csapatot, őszintén. 5 perc után eljöttem, mert igazából, ja, tök chill-es a vibe, nekem nagyon tetszettek a tagok, volt, minket kántálnak, és volt kb. 3 dweebnek mondanám, dweebnek, akik szerintem ilyen anime nézős lányok, viszont volt pár jó fejlány is. Ezen kívül azt akartam mondani, hogy nagyon jó érzés, amikor egy játszótér lesz az élet, miután tényleg bárkivel tudsz beszélni, tök fun lesz a vibe, és a világgal is meg fogod osztani ezt a egy tök jó vibe-ot, tök jó energiát fogsz adni nekik, és körbenéztem, és nagyon sokan csak cigiztek, meg tudod, csak így ülnek egy helyen, de nem. Te ne legyél olyan. Legyél te az, aki hozza a jó vibe-ot majd a csoportodokba, vagy ha majd akár új suliba mérsz, vagy bárhova. Legyél te az, aki hozza, aki kezdeményez dolgokat, aki megnevettet, aki összekovácsol két random genget, két random embert. Egyik tervem egyébként az, mert volt egy lány, aki így nézett rám, nem is köszöntem, meg nem csináltam semmit, de így, valami ilyesmit csinált, köszön nekem. Én meg megkérdeztem, hogy az kicsoda ott a végén, az a zöld ruhában. Ő is valami törzsvezető, és mondták, hogy nem, ő is egy tag. Ezt a tagot majd lehet valahogy megpróbálom kihalászni a csapatból, és elvinni őt szocializálódni, vagy valamit, mert én is szeretem kombózni ezeket. És ja,
a másik lányhoz, ő nagyon kedves volt, mi volt a neve? Réka. Réka, őt pedig megviccelem azzal, hogy nagyon rosszul ment, szerintem nem fognak elfogadni. Valahogy így megviccelem őt, ha újra látjuk őket. Ja. És iszom, mert nagyon szomjas lettem. Mindig a kamerás nem akar nekem megint rágot adni, hogy hagyj, beszéljek lányokkal, úgyhogy büdös a szám, szóval most megkérdezem tőle. Bocs, szeretnék tőled kérdezni valamit. Ő szerinted nem osztam rágot, de büdös a szám. Csak rád lállak, nyugi, semmi komoly. Okay. Nem. Várj, de szívd is rendesen. De jó, de nem. Milyen illata van akkor? Semmilyen. Biztos? Ja. Mert van rágod, azt elfogadom. Nincs rágom. Jó, na jó, azért köszi. Yeah. Stop the cap. Na, jöhet. Azt mondta, hogy nem, nincs büdös szár, nem büdös szár. Kepp volt? Olyan kepp volt, szerintem. Nem tudom, lehet tényleg nem, de akkor lehet, hogy igen. De jobb, hogyha adsz. Egyes emberek szerint ez fun. Itt üvöltöznek non-stop. Most, mindjárt beindulnak, remélhetőleg. Ezt még várjuk ki. Mindegy, a lényeg az volt, hogy itt üvöltöztek, mint valami... Valakiknek ez a fun. Szerintem ez az sokkal funabb, amikor... Itt van! A Scum Gang is beindul. Ja. Na. Ez nem fun, ez szerintem csak a részegek élvezik. Ami sokkal funabb szerintem az, amikor random emberekkel dumálsz. Akár egy random emberrel elmész és dumálsz más random emberekkel. Vagy akár videókat csinálni, vagy YouTube-ot, vagy valami gólon dolgozol. Na, az már fun. Szóval szerintem találtunk végre egy értelmes embert is a kamp találkozónál. És szerintem ezek a kiabálások, meg ezek az izék elég cringe-ek voltak, nem? Azon, őszintén ilyen nagyon vatkos. Nagyon az, úgyhogy... Ezért nem megyek gólyatáborba, nem is bánom, hogy nem megyek. Úgyhogy... Sok szerencsét vagy. És kitartást. Plusz, nem tudom, te szeretsz inni? Mert olyannak tűntél, aki nem érted. Hát úgy időnként, de tudom, hol a határ, és nagyon piki vagyok azzal, hogy iszok. Piki? Az mit jelent? Nem tudom. Az, hogy ilyen válogatás. Ja, értem. Úgyhogy nem iszok meg csak pár. Például, ha valaki hozzám meg egy fröccsöt, arcon köpöm, szóval. Igen, fröccs... Volt már ilyen? Nem volt még erre például. Akkor ne izélj így. Örülök, hogy te is ezen a véleményen vagy. Akartok-e mótolni valamit esetleg így a videóba? Valami emótot csinálj azért így a végére. Tudod, van ez a játék, Portinyót ismered? És ott vannak mindenféle ilyen emótokat lehet tolni mondjuk. Nem tudom, mutassak-e egyet? Inkább nem. Szóval szerintem ezt itt be is befejezhetjük. Na jó, sziasztok. Szerintem egyszerű a terv. Oda megyek Rékához, és elhívom magam mellé. És elmondom neki a gyötrelmes fájdalmaimat. Csak egy prank, hogy amik történtek a babakék csapatban. Mély levegő. Na ide figyelj, Réka. Hagyj mondjam el gyötrelmeimet, amit átéltem. Na, mindegy, valamit mondok. Réka, nem tudom, most mész el. Gyere, még egy kérlek, hagyj, leszel egy percig a terapeukusom. Terapeukusom? Vagy tudod, akik így vesz... Na, gyere, pszichológus. Hova megyünk, pszichológus? De csak egy perc, nem tudom. Nem tudom, csak tényleg pár szóban elmondom, milyen trauma ért a csoportban. Szerintem ki fognak tagadni. Trauma ért a csoportban? Ja. Hallgatlak. Mesélj. Amint oda mentem, igen, igazából először is elfoglaltam valaki másnak a helyét. Egyből rám szóltak, hogy miért foglaltam el Dávidnak a helyét. Dávid a cigizős fiú volt. Igen. Ő volt a menő srácot, és szerintem már is egy... tudsz angolul, nem? Igen. Már is egy enemit szereztem magamnak. Sajnos Dávidnak volt egy... hogy hívják azt, aki egyel alattad van? Aki egyel alattam van? Mi? Mármint... Tudod, Dávid a góré, és akkor egyel alatta van valaki, az ilyen segédje. És, nem, azért... Dávid segédje. Jó segédje, oké, okay, érti. Mindegy, Dávid segédje. Egyből rám szólt, hogy az már Dávid helye. Mondtam, hogy... Valós események alapján van egyébként? Igen. Igen. Két figyelek. Dávid is volt. És aztán, ja. Mondtam, sziasztok. Nem tudom, mit kellett volna még mondanom igazából.
És nem tudtál be... Hallod, tudod, miért nehéz beilleszkedni ebbe a csoportba? Miért? Hör. Jó fejek. Mert te hogy csináltad, amikor neked volt először nekem ilyen... Nekem nem volt be a táborom. Nyilván akkor nem is tudod, milyen nehéz nekem ezt az egészet átélni. Hát nekem a diákszerbe kellett beilleszkednem. És tippe könnyebb, mint ez, de... És aztán az egyetlen két jó fej ember... Anyu és apu volt. Hát nem, hát anyu és apu. Azt mondták, meghívnak egy sörre. Na, amit sőt is kaptál. Már izéltem is, hogy jó, hány sört kaphatok anyu, és elvált, értem is. Vagy az, ezt lehet nem kellett volna, ez kicsit gáz volt, hogy... Mi van gáz? Mármint érted, de most figyelsz, amit mondok, nem? Figyelek teljesen. Na, az, hogy mondtam, anyu mondta, hogy meghívlak sörre, meg valami, és akkor én mondtam, hogy köszönöm, hány sört kaphatok. Ezt lehet, nem kellett volna. Miért ne kellett volna? Mert egyből a rossz oldaláról álltam át anyunak. Hogy nem az, hogy olyan voltam, mint csak egy élősködő, nem olyan, mint hogyha érted, hogy azért jöttem, ja, hogy have fun, meg ilyenek. Veszik a poént az emberek. Azt mondasz, hogy mit gondolsz, amit szeretem. Na, én cringe vagyok, rájöttem. Igen, rájöttem. Vele csak azért, mert jó fejnek tűntél, meg érted, egy emberrel még nem nehéz beszélgetni, de csoportban a halál. Mindegy. Itt mindenki ismeretlen, itt mindenki ugyanazt átéli, mint te, erre gondolj már bele. De tényleg itt senki nem ismeri. Jó, akkor te hogy mennél oda például ahhoz a random emberhez, aki ott van? Mutasd már meg, kérd. Hogy vagy? Milyen zoomolj rá. Zoomolj rá. Jó, kérdezzük meg tőle. Kérlek. Hogy van? Hogy szeretnél velem jönni? Gyere, barátkozzunk meg. Mutasd meg, légy szíves. Tetszik egyébként az önbizalmad. Nem, neked meg egyre kevesebb van. Miért oltasz be? Ide vettünk már egy picit. Akkor jó. Hát vigyázz vizes. Szeretnéd leülök és beülhetsz az ölembe. Nem, én itt tökéletes. Ah, jó, tetszett. Köszönöm szépen. Csak ide vettünk megkérdezni, hogy hogy vagy. Jól vagy? Hogy itt vagy? Mit csináltál ma? Amúgy igen. Most lehet cikini érzi magam. Hová csak mi jöttünk ismerkedni kicsit, mert szerencsétlen nagyon visszakadott és szegény, bocsánat. És megkérdezte, hogy én hogy ismerkedek emberekkel, és nem ide jövök és mondtam. Ezért jöttünk hozzád. Csak egy rövid beszélgetésre, hogy vagy? Mi a neved? Megtudhatom? Zsolt? Apukámat is Zsoltnak hívják, kézzel el. Hány éves vagy Zsolt? Én apukámat. 40? Wow. És ide jöttél a zsiráfba? Csak nem tudtál bejutni, vagy ez a zsiráf? Tudom. Nem akartam. Ez a zsiráf egyébként. Akkor csak itt pihengetsz kicsit? Jól van, örülünk neki. Akkor legyen szép napod, örülünk, hogy találkoztunk. Megkérdeztem, hogy ez miért az esemény. Igen, ez egy gólya találkozó. Ez egy gólya... De beszélj te nyugodtan. Ez egy gólya találkozó a gólyáknak. Akiket most vettük fel az egyetembe, ők eljöttek és kicsit így megismertek. De te most akkor csak stalkoltad az embereket? Hogy? Te most akkor csak stalkoltad az... Mit csinálok az emberekkel? Stalkolt? Nem, én angol szavakat használ. Ja. Azt jelenti, hogy így csak így figyelgetted az embereket. Jó, ez valaki külföldön beszél, de nem sok gulóz, hát mit tudsz beszélni, nem? Amúgy tetszik a cipője. Megkérdezem, hogy felpróbálhatom-e? Hát ne próbálj! Nem, jó, oké. Nem, az gáz. Jó, köszönjük szépen. Kívánj neked, hogyha van kedved, akkor nyugodtad még. Csak megössz hozzánk. Köszöntöm. Ezt a rabat. Nem simogatod meg? Jó vagyok a... Rosszul simogatod egyébként az állatokat, úgy kell? Jó, őszintén szar voltam. Nem, jó voltam nagyon. Így tovább, így a két csapattal is. A cipőjét ne akarsz szabolni egyiknek se, hogyha lehet, ez lenne az első és utolsó. Lehet, hogy Dávidnak. Meg... Köszönöm, hogy segítettél, csak hogy érted, azért mondtam neki egy komplimentet. Mert én olvastam egy könyvben, hogy az embereknek az jó, hogyha adok egy ilyen komplimentet. Így van, ez egy jó kezdés. Ez egy jó benyomás, első benyomás. Így kell csinálni, hogy én büszke vagyok magamra. Én is büszke vagyok rá. Így tovább. Köszönöm szépen. Szép napot nektek! És te jössz a gólyatáborba? Kell a segítség. Szóval no, hajrá, ügyesek! Köszi szépen! Szia Réka! Ugye Réka volt a neve.
Szerintem a végén már nem akart velem gengálni. Brutál! Kedvenc klippem ma szerintem az volt, amikor Rékával oda mentem ez az emberhez. Nagyon vicces volt. Köszi Réka, esküszöm. Nagyon jó fej vagy. És ezt most tényleg teljesen komolyan mondom. Több Réka kéne mindenhova. Tudnál valamelyikötök adni egy zsebkendőt? Egy zsebkendőt, persze. Aha, folyik az orrom. Már lehet hamarosan megyünk, nem tudom. Lehetséges. És hogy egyébként az milyen szokott lenni így? Hoppá. És hogy szerintetek érdemes menni? Érdemes, hogy mindig érdemes. Ahogy... Ezt ne, nem így az élésből, de szerintem tök jó hajjal. Kiköszönsz a videóval, Léci? Tessék? Kiköszönsz a videó? Sziasztok! Mondta, hogy mondjuk, érted? Köszönjük, hogy megnéztétek. Köszönjük, hogy megnéztétek. Az ilyen, tudod, az ilyen tipikus... Mi a neve a csatornának? Lee Eugene vagyok. Lee Eugene. Barbie. Barbie. Nézzétek, Lee Eugene. Jó az outfitted is egyébként. Én észrevettelek már régen, csak nem mertem oda jönni, de aztán kaptam egy kis tréninget egy lánytól, hogy kell lányokkal, vagy hogy kell beszélgetni emberekkel, és akkor úgy voltam, nagyon van, adj egy zsepit, úgyis folyik az orrom. Gyenge! Gyenge! Sziasztok! Ciao! Wrap it up, boys! Jó shoot volt! Eugene, out!